Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás június 29-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Erre most kivetem a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az ő érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig, mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. És erre jön egy napi kártya ebből a csokis kártyacsomagból. Az első kérdés az volt, hogy milyenek az ő gondolatai. Itt látható egy királynő, és ez a királynő uralkodik a víz eleme felett. A víz eleme szimbolizálja az érzelmeket. Ennek a kártyának a jelentősége, hogy ti álltok a középpontban, az ő gondolataiban, és ez nem csak a gondolatokra utal, hanem az érzelmekre is. A második kérdés az volt, milyenek az ő érzelmei, erre mutat ez a levél. Ő vár egy hírre, vagy ő szeretne valamit közölni veletek. A harmadik kérdés az volt, mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. Itt a választ megadja ez a fő papnő. Itt is egy levélről van szó, ugyanúgy, mint ahogy ő érzi. Tehát meg lesz köztetek a kommunikáció. És a csokis kártya azt mutatja, tu es gerne. Lefordítva ez annyit jelent, csinálj valamit, amihez kedved van. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. Egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást. Ez egy videó felvétel, áll néven. A díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!